Az Óbudai testvérhegy látható a térképen. A 36,6 hektáros területet, amelyen egykor bánya működött, a 70-es évek elején helyreállították. A munkálatok során kommunális szemét is került ide, ám később növényekkel telepítették be a földet. Most a terület fásítására és funkcióbővítésére a 3. kerületi önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Szent István Egyetem tájépítészeti és település tervezési karával. A megállapodás része az önkormányzat fásítási stratégiájának, amely szerint 2017 és 2026 között 10 000 új fát ültetnek a kerületben. A legfontosabb cél az az, hogy a két bányaterületünknek a fásítása, erdősítése történjen meg. Erről döntött a képviselőtestület. 2017-ben fogadott el a 3. kerület egy fásítási stratégiát, aminek célja, hogy 2026-ig 10 000 fát ültessünk. Ennek a keretén belül próbáljuk ezt a két területet fejleszteni. A testvérhegyi lejtőn, ami 36,6 hektáros, nagyjából 3-6 000 fa elültetésére van lehetőség, és ennek a megtervezését, hogy hogyan, milyen módon, azt a gödöllői tájépítészeti karral együttműködve szeretnénk megvalósítani. Bús Balázs hozzátette, a testvérhegyi lejtőt jelenleg sokféleképpen használják a lakók. Kijárnak ide mountainbike-ozni, kutyát futtatni, de van, hogy siklóernyősök is itt szállnak le. Ezért fontos, hogy a tájépítészeti karral együttműködve közösségi tervezéssel határozzanak a terület jövőjéről. Nagyon fontos bevonni a lakosokat, tudatosítani bennük azt, hogy mi miért történik, szakmai vonalon is, de mindezt úgy, hogy lássuk, hogy hol a határ, hol van az a pont, ahonnan már a szakmai érvek érvényesítése nagyon fontos. Óbuda Békásmegye önkormányzata egyébként csak a tavalyi évben 6 500 fát ültetett a kerületben, az elmúlt években pedig számos parkot és zöld felületet teremtettek vagy újítottak meg közösségi tervezéssel. Egyetlen tűszúrás, néhány percnyi időráfordítás, egyszerre 3 megmentett élet. Ez a véradások rövid képlete. A szakemberek szerint nyáron a szabadságolások miatt a szokásosnál is kevesebben mennek el vért adni, így őszelejére még nagyobb szükség van az önkéntesekre. Éppen ezért szervezik minden évben a retro véradást. Idén új helyszínen a Városmajori Szabadtéri Színpad helyett a Vérmezőn várják a véradókat. És hogy mitől lesz retro hangulatú az alkalom? Több évtizeddel ezelőtt, még a véradások során, a véradók véradást követően, a helytől függően virslit és sört kaptak. Sőt, mindig a virsli az változó volt, mert például Debrecenben debreceni párost kaptak, valahol virslit, valahol szalámit vagy egyebet, de általában akkor még volt a donor étkeztetés, ami aztán megszűnt, ennek higiéniai szabályozási okai is voltak, meg a véradók körében is úgy tűnt, hogy már nem annyira népszerű. De azért úgy, mint vannak, mint ünnepek az évben, azt mondja, hát igen, egyszer az évben azért jó ezt még úgy megünnepelni, mint anno, és akkor így ezért a retro véradásokhoz mindig sör és virsli társul a véradáshoz. A véradáshoz személyi igazolvány, tajkártya és lakcímkártya bemutatása szükséges, a véradást pedig minden esetben egy rövid orvosi vizsgálat előzi meg. Egy egység vér az egyébként 4,5 dl, tehát annyit veszünk le egyszerre, és azért egység, mert ebből állítjuk elő az egy egységnyi vörösvérsejtkoncentrátumot, vérlemezkét és plazmát. Tehát soha nem milliliterre transzfundálunk, hanem az egy egység, ami egy zsákban van, egy véradótól származik. Ez a mennyiség pedig egyszerre 3 ember életét is megmentheti, ezért is fontos, hogy minél többen segítsenek, hangsúlyozzák a szakemberek. A retro véradást egyébként nem csak Budapesten szervezik meg minden évben, hanem több vidéki városban is, így Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Szegeden is várják az önkénteseket. Az Országos Vérelátó Szolgálat szeptemberben is országszerte tart majd véradásokat, a helyszínekről és időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.